van a front élmény és a front katona alakja, amely megjelent az első világháborúban, ez a lelkileg sérült figura. Aztán csak utaljunk arra, hogy a leghíresebb frontkatona, aki megsérült az első világháborúban, és ez maradandóan meghatározta a későbbi életét, az Adolf Hitler. Ugye, aki a Mein Kampfot olvasta, az tudja, hogy gyakorlatilag ebből az élményből, ebből a sokból bontja ki egész későbbi világképét. És a kommunizmus is, és a nácizmusnak is az első világháború környékén vannak a gyökerei. Azt hiszem, ebből a szempontból kéne ezt újra gondolni Magyarországon. A területi emberi veszteségek mellett Magyarország nagyon csúnyán elszenvedett az első világháború végével. Ez a normális belpolitikai fejlődésnek a lehetősége. Mindenkit olyan mértékben, minden politikai szereplőt, politikai elitet, ha lehet így mondani, megterheltek a háborús évek, megterhelt az újrarendezésnek az igénye, az azt követő, mondjuk nyíltan polgárháborús szituáció, hogy ennek a torzulásai, ezek tökéletesen tönkrevágták az ezt követő évtizedeket. Egészen a máig tartó belpolitikai viszonyainkból indulunk ki, akkor ennek valahol a mély gyökerei azok abban a kudarc helyzetben, amit a magyar politikai élet rendkívül rosszul kezelt 17-18, főleg 18 végén, ebben igen sok minden gyökerezik. A dualizmus létrejöttét egy dolog alapozta meg. 1848-49-ben a honvédsereg tulajdonképpen legyőzi a Habsburg hadsereget, de az európai nagyhatalmak annak ellenére újra beengedik ugye az orosz hadsereget, hogy a Napóleon leverésével kapcsolatos orosz tapasztalatok igen kedvezőtlenek voltak Európában. De mit 48-49 nagy tanulsága a politikai elitnek? Nincs szükség független Magyarországra, de szükség van az európai nagyhatalmi összefüggésekben kiegyensúlyozó szerepet játszó Habsburg birodalomra. És ez vezet 67-hez, Deák, András és a többiek rájönnek, hogy ki kell egyezni, mert az európai összefüggés rendszer ez diktálja. Tisza akarta a magyar ipar fejlesztését, de nem akart munkáskérdést. Akarta a magyar mezőgazdaság fejlesztését, de nem akart földreformot. Akart a nemzetiségekkel valamifajta megbékélést elérni, de eszébe nem jutott autonómiát adni nekik. A magyar politikai elit, amelyik 1914-18-ig gyakorlatilag az országot irányította, mindent megtette azért, hogy elkerülje egy háborús vereség esetén a legrosszabbat, nevezetesen azt, hogy ami a trianoni békével bekövetkezett. És nekem erre határozottan az a válaszom, hogy nem követtek el mindent azért, hogy egy vereség esetén ne az következzen be, ami bekövetkezett. Magyarországnak két dologhoz kellett alkalmazkodni. Egyrészt a Trianon következményeihez, ez egy nagyon fontos vonal. A második pedig az, hogy 17-tel, hogyha nagyon-nagyon törmelékesen és kezdetlegesen is, de az egypólusú világ helyett kétpólusú világ következik be, tehát a másik pólus kihívásával is számolnunk kell, és hogyha arra gondolunk, hogy nálunk volt egy 19, akkor ennek a súlya ebben az összefüggés rendszerben megmutatkozik. Akkor, amikor a legsúlyosabban megaláznak bennünket, akkor lesz nemzeti független magyar állam. A Trianon ezt teremtette meg, létrejött a független magyar állam, ami elejünknek évszázados álma volt, aztán megkaptuk.